Nagy szeretettel köszöntjük a nézőinket itt a Színikritikusok díjának 44. díjátadó alkalmán. Mielőtt elkezdődne a gálaműsor, kritikus kollégáinkkal és a jelöltekkel fogunk röviden beszélgetni. Én Puskás Panni vagyok, a Színikritikusok céhének egyik társelnöke, ő pedig itt Kovács Bálint, a Színikritikusok céhének másik társelnöke. Üdvözlöm a nézőket én is. Bálint, miért öltöztél nyugati boszorkánynak? Mert a legjobb ruhámat akartam felvenni a diátadóra, hiszen ez egy nagyon fontos alkalom, és hát az ez. Nagyon-nagyon menő a szetted. Egyébként szerintem nem látják a kedves nézők, ha jól gondolom, hogy a kameraszögből, de majd valahogy majd fotókon megmutatjuk nekik. Mert Bálint egy nagy, fekete, boszorkányos szoknyát visel, és ide is szólítjuk első vendégeinket, akik kritikus kollégáink, Gabnai Katalin és Keszte Bálint. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk titeket, mint első vendégeinket ezen a nagyszerű eseményen. Ami miatt titeket hívtunk, több miatt, dolog miatt hívtunk titeket, de idén is adománygyűjtő kampányba kezdtünk a Kritikusok céhével, és ti a cének a nagykövetei vagytok. A nagyköveti munka az egy elég megterhelő munka, egy hónapon keresztül gyűjtötök adományokat a cég számára, azért, hogy a következő évi díjátadó gálát is meg tudjuk szervezni. Azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e esetleg ennek a munkának felemelő pillanatai is? És mint minden színházi eseményen, természetesen most is vannak technikai nehézségeink, úgyhogy ezt a kis mikrofont fogom odaadni minden kedves vendégünknek, amit majd kérlek benneteket, hogy nagyjából ilyen közel a szátokhoz tartsatok. Melyikötöknek adjam először? Én kezdem azzal, hogy én inkább csak a nehéz pillanatokat éltem meg először, hanem ezt nem is tudtam volna elképzelni, hogy amikor az ember megnézi, hogy ki utalt, akkor az milyen érzés. És olyan, hogy egyszerűen elsírod magad. Az fantasztikus, úgyhogy köszönjük mindenkinek. Igen. Hát nekem, ami talán most a legjobb élmény ebben, az egész, hogy elkezdődött, mert egy kicsit rá voltam kényszerítve, hogy megfogalmazzam, hogy nekem miért nagyon fontos ez a díj, mert hogy ezek ugye személyes ügyekké válnak ezek a kampányok, és persze volt fogalmam arról nagy vonalakban, hogy miért is fontos az, hogy most itt vagyunk, és hogy ez mindig tud minden évben egy ilyen ünnep lenni, de ahhoz, hogy másoknak is tudjam ezt képviselni, ahhoz most egészen pontosan ezt meg kellett fogalmaznom, és én talán ezért vagyok most a leghálásabb, hogy ez sikerült. Szuper! Mind a ketten szavaztatok idén a Színikritikusok díján. Hogyha röviden össze kéne foglalnatok, hogy milyennek láttátok az előző évadot, akkor mit mondanátok róla? Én gazdagnak láttam, és rendkívül érdekesnek. Nagyon hiányzik az a három-négy előadás, amit nem láttam, és amit pontosan tőletek, kollégáktól lehetett tudni, hogy azok nagyszerűek. Tehát még jobb is lehet ez az évad, mint ahogy én megtapasztaltam. Igen, nekem ez az első teljes évadom, ahol úgy néztem már az előadásokat, hogy tudtam, hogy szavaznom kell majd a végén, és annak örültem nagyon, hogy rengeteg vidéki helyre jutottam el, és ez nekem nagyon nagyot tágított így a színházi perspektívámon, sőt, én most azt érzem, hogy én többségében vidéki előadásokon voltam, és én arra láttam rá, hogy ott mekkora értékek vannak különböző vidéki társulatoknál. Talán ez volt most a benyomás. És ugye hát hamarosan átadjuk a díjakat, illetve a nomináltakat már jó régóta lehet ismerni, tehát azt, hogy kikre irányult a legnagyobb figyelme a kritikusoknak, az most már nyilvános. Vannak-e olyan előadások, amikről viszont úgy érzitek, hogy nem irányult rájuk elég figyelem, ahhoz képest, hogy mennyire fantasztikusan jónak éreztétek őket? Nekem van egy kedvencem, amit csak felvételen láttam. Ez a Pécsi Harmadik Színháznak a Csirkefej című produkciója, amit én olyan mély megrendüléssel néztem végig, és ami átjött képernyőn keresztül is például, és ezt nem látták az emberek. És sok-sok-sok ilyen van, de hát ezt nem lehet egyszerűen megoldani. Én például összesen 130 előadást láttam élőben, és 40-et felvételen, és még így is vannak súlyos kimaradások.
Fú, én most nagyon megpróbáltam keresni gyorsan valami pontosat, és nem sikerült, szóval ezt inkább ki is hagyom a pontos megnevezést. Én igyekeztem elmerülni a gyermek és ifjúsági kategóriában, és azt érzem, hogy néha abba ütközök, hogy ez mintha egy réteg műfaj lenne, tehát hogy mintha kevesebb figyelem irányulna rá, és nagyon jó, hogy nekünk ugye külön kategóriánk van erre. De hogy ott azért gyöngyszemeket lehet látni, úgy is, hogy én nem azzal a szemmel néztem, hogy szülőként vagy ilyesmi, hanem mint felnőtt néző, befogadó ültem, vagy a monitor előtt, mert sok vidékit én is monitor előtt láttam, vagy élőben is úgy ültem ott a színházterembe, és én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezeket nagyon érdemes nézni. Még egy kérdést szeretnék nektek feltenni, hogy tavaly alapítottuk a jövődíjunkat, ami szerintem egy nagyon fontos díjunk lett. Esetleg mesélnétek arról a nézőknek, hogy mi ez a díj, és miért gondoljuk fontosnak mi közösen? Hát ez a jövő díj olyasmi, amit csak a múlttal lehet kiérdemelni. Mert itt ugye az előző évben Valkáva és a Kerekasztal Társaság kapta meg, akik között 20 és 30, akiknek az egyiknek 20 éves múltja van, a másiknak 30 éves múltja, és most ebben az évben pedig, ezt ugye kiszabad mondani, hiszen már mindenki tudja, hogy a Celldömölki Soltis Lajos Színház kapta, akikről nekem boldogság mesélni. Szóval, hogyha most több időnk lenne, akkor elmesélném, hogy én már a 80-as években megéreztem az ő erejüket. Akkor, amikor még a Soltis Lajos élt, és van a Sing nevezetű fantasztikus ír szerző, akinek a Szentek kútja című előadását láttam, és az, hogy kik ezek. Ez volt az első üzenet. Majd utána láttam még dolgozni külön Soltis Lajost, aki ugye a névadó, mert hogy ez Sitkei színkör volt először még, akinek volt egy alapembere, aki még most is alapembere, Nagy Gábor, aki egy olyan intézményt tart fönt, amelyik nemzedékeket nevelt már a magyar színház kultúrának. És aki tanít, az pontosan ismeri azt az édes és keserű érzést, hogy én kinevelem, aztán ezek elmennek. És a Soltis Színház ezt napi gyakorlattal éli meg. Nagyszerűek, és még egyet szeretnék elmesélni, még ez nagyon fontos, hogy ami például igazán példamutató a jövőre, van ez ennek a csoportnak egy Szerencsés Mária című produkciója, amit a nagyon tehetséges Fábián Péter írt és rendezett. De hogyha ezt például tetszenének keresni és megnézni, hogy mi ez. Ez Celldömörk helytörténetét dolgozza föl. Egészen példamutató, nagyszerű. Tehát egy olyan társaság kapja, amelyiknek a múltja is nagyon jó, aki nagyon sok embert nevelt a szakmának, és akinek most is lehet kiváló produkcióit nézni. Igen, csak nagyon gyorsan egészítem ki, mert én tudtam, hogy a tanárnő nagyjából ugyanazt fog elmondani, amit én gondolok. Szerintem annyi fontos még, vagy én azért szavaztam rájuk, mert az a gondolkozás, hogy ők színházról és például évadokról gondolkoznak, szerintem az az, ami a jövőben működni látszik majd a színházakban. Tehát az, hogy egyszerre szólunk egy kis közösségnek, és foglalkozunk az ő történeteikkel, de egyébként azt olyan igényességgel csináljuk a kortárs színházi trendekre reflektálva, ahogy azt ők csinálják, tehát ennek a kettőnek a fúzióját, amikor összehozzák, hát azt látjuk a Soltisnál működni, és szerintem a jövőben majd ez fog tudni működni más színházakban is. Szerintem ezért indokolt a jövődíj. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek pedig üzenjük, hogy azon a adománygyűjtő kampányon, amin Katarina és Bárint is részt vesz, nagyon nagy örömmel fogadjuk a további támogatásokat, hogy jövőre is egy hasonló színvonalú gálát tudjunk megrendezni, mint amilyen reménykedünk, hogy a ma esti lesz majd. Köszönjük szépen! És akkor Urbán Balázs és Lénárd Gábort várjuk ide a kamerák elé. Sziasztok! Mind a ketten a Színházi Kritikusok céhének a tagjai, mind a ketten szavaztak idén a kritikus díjon. Mondjátok, körülbelül hány előadást láttatok az évadban? És nektek is mondom, hogy kérlek, hogy tartsátok majd ezt a kis mikrofont, amit mindjárt a kezetekben nyomok, nagyjából ilyen közel a szátok elé. Nagyjából ilyen közel, jó. Hát szerintem én körülbelül, nem számoltam ezt a pontosan, olyan 200 előadást láthattam, hogy ebből mennyi az, ami
konkrétan a szavazatnak a bázisát képezte, tehát ugye mennyi volt ebből a külföldi eladás, vagy még tavalyra átnyúlt, azt nem tudnám pontosan megmondani, de egy olyan valahol 160-180 között a szavazható bázisban. Wow, hát ez nem semmi. Én olyan kb. 70 előadást láttam. Csak szerintem nagyon-nagyon sok olyan ember, aki szereti a színházat, és most egyébként akár nézhet minket, nem igazán tudja elképzelni, hogy milyen az, hogyha valaki 200 előadást lát egy év alatt. Elmondott Balázs, hogy ez hogy néz ki? Tehát, hogy egy nap gondolom azért csak egyet látsz, vagy olyan sok fesztivál van, ahol egy nap többet is meg tudsz nézni. Hogy fér bele az életedbe a évi 200 előadás? Vannak fesztiválok is, de azért a leggyakoribb az, hogy úgy 6 óra, 4-7 tájban elindulunk, és akkor felszállok a metróra, vagy a villamosra, és akkor besétálok a színházba. Tehát, hogy annyira viszonylag ez nem bonyolult, azt akartad kérdezni, hogy lehet ezt kibírni, vagy? Tehát ez volt a kérdés neked, ez mikor, hogy? Tehát ez nyilvánvalóan változó, ez előadások minőségétől kezdve az én hangulatomig és álmosságomig, vagy ébrenlétemig eléggé sokféleképpen változik. Arra végképp nincsenek számaim, hogy ebből mennyi a fesztiválon látott előadás, és mennyi a nap, mint nap. De igen, én sok napot töltök, úgyhogy este a színházban vagyok. És ha mérleget kéne vonnatok, nekem van sajátom. Ja, úgy könnyű. Ha mérleget kéne vonnatok, hogy milyen volt az elmúlt évad összképe, akkor inkább azt mondanátok rá, hogy szokványos volt, vagy erős, vagy gyenge. Szokványos nem tudott lenni ez a szegény évad, hiszen megint nem a normál üzemmenetben mentem, és nem akarom végigmondani, energiaválság, szénszünet, elcsúszott bemutatók, támogatások, meg nem érkezés, és a független színházaknak a helyzetről még nem is beszéltünk. Tehát nyilvánvalóan én azt mondom, hogy egy szokványos évad volt, akkor elég szigorú szemekkel nézhetnének rám a színháziak. Hogyha most mindettől elvonatkoztatunk, és csak azt nézzük, hogy a minőségre koncentrálunk. Én azt gondolom, hogy egy viszonylag sűrű és elég erősnek mondható évad volt. Annak ellenére, hogy talán olyan revelatív pont nem volt nagyon sok benne, de az átlagot én erősnek, tehát az átlagnál erősebbnek éreztem. Abszolút egyetértek Balázzsal, ugyanis szerintem egy idő után arra lettem figyelmes, hogy nem az egyéni produkciókat nézem, hanem az össztársulati kapcsolatot, ami megfogalmazódik a színpadon. És ez számomra is nagyon érdekes volt, mert úgy éreztem, mintha így visszamennék a kezdetekhez. Tehát, hogy a színész, amikor meghallja a másikat, és amikor ez az egész társulaton keresztül végigvonul ez a kölcsönhatás, és ahogy említetted, azért ez az évad, ez egy eléggé terhelt volt, hiszen vannak már olyan társulatok, illetve színházak, amelyek már nincsenek velünk, majdnem azt mondtam, hogy nincsenek közöttünk, és ez nagyon sajnálatos, és talán emiatt is figyeltem fel jobban, amikor egy egész társulatnak a ritmusa végigvonul az egész színpadon és az egész színdarabon. Számomra ez nagyon meghatározó volt, szerintem ez egy erős évad volt. Idén egy kissé megváltozott a színi kritikusok díjának a szavazati struktúrája, amivel Balázs foglalkozott sokat, hiszen ő volt ennek a munkacsoportunknak a vezetője. Röviden tudnál kicsit mesélni a nézőknek, hogy mi az, amiben úgy éreztük, hogy fontos változtatni? Hát talán sokan emlékeznek a tavalyi szavazás eredményére, ami azt sokunkban egyértelműsítette, hogy van egy közös nevező persze, ami olyan előadás, amiket nagyon sokan látunk, de utána nagyon-nagyon szétszóródnak a szavazataink, és fel kellett tennünk magunknak azokat a kérdéseket részén, hogy miért szavazunk ilyen kevesen, miközben a cégben azért eléggé sokan vagyunk, hogy tudjuk a szavazóbázis növelni, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy tudjuk a látókörét szélesíteni azoknak, akik szavaznak. El kellett gondolkoznunk azon, hogy részint milyen közvetlen változtatások kellenének ehhez, részint pedig azon is, hogy a szabályrendszerünkön milyen változtatásokat eszközölhetünk. Ez tulajdonképpen nem azt mondja, hogy a munka elején vagyunk, mert azért szerintem sokat léptünk előre, és talán ez az idei szavazás eredményéből is látszik majd, de az biztos, hogy ez nem egy végleges rendszer, amit kitaláltunk, és ez még módosításokra szorulhat. Ebbe belejátszanak nagyon sok technikai tényezők, amik nem biztos, hogy annyira látszanak kívülről, például
munkáért, az, hogy idén elkértünk sok-sok színházi felvételt a színházaktól, ami elsősorban nem a szavazás szempontjából fontos számunkra, hanem azért, hogy jobban rálássunk azoknak a vidéki határon túli színházaknak a munkájára, akikkel viszonylag kevesebbet találkozunk, vagy legfeljebb csak a egy-egy kiemelt előadásokkal találkozunk, de nyilván akár ezek is képezhették a szavazásnak a tárgyát. Másrészt az, hogy bizonyos szabályainkat koncentráltuk. Így például megerősítettük a tavaly alapított jövődíjat, amiről hallom, hogy már beszéltetek, tehát én most nem fogok róla beszélni. Visszaállítottuk a külön díjat, hogy legyen valóban egy olyan kategória, amely minden évadban a más kategóriában nem díjazható teljesítményeket díjazzuk, fenntartva ugyanakkor azt a lehetőséget, hogy amennyiben úgy adódik, egy évadokon át évelő külön díjat is kiadjunk, amit idején egyébként nem adtunk ki, de máskor akár ki is adhatunk azokért a teljesítményekért, amelyek nem feltétlenül az évadokhoz kötődnek. Emellett természetesen vannak belső dolgok, tagfelvételek és hasonlók, amelyekkel szintén próbáltuk szélesíteni a szavazóbázisunkat, hogyha úgy jól emlékszem, akkor 21-en szavaztunk idén, ami azért mindenképpen örvendetes a korábbiakhoz képest, és ezen kívül is vannak még kisebb, nagyobb változások. Úgy látjuk, hogy ez megindított egy folyamatot, és bízunk abban, hogy ez a noha még van egy-két kategória, amivel én úgy érzem, hogy van dolgunk, és ezzel talán van, ebben talán van konszenzus is közöttünk, hogy ezek megindítottak bizonyos változásokkal, amelyek nem radikálisan alakítják át a díjat, hiszen abban konszenzus volt köztünk, hogy a díjnak az alapvető sajátját azt, hogy láthatóak a szavazólapok, hogy egyénileg szavazunk, hogy ez nyomon követhető, ezt nem akarjuk feladni, tehát olyan változásokat próbálunk csak eszközölni, amelyek ezen díjnak ezt a sajátosságát megtartják. De azért a változások láthatóan elindultak, és én remélem, hogy vagy azt látom, és bízom abban, hogy jó irányban haladunk ezzel. Én pedig nagyon örültem, hogy ezek a változások elindulnak, mert én pont abban a kategóriában estem, hogy külföldön élek, minden hónapban jövök haza előadásokat nézni, de természetesen azt még én sem érzem elégnek, hogy amikor hazajövök, akkor 5, 6, 7, 8, 9, 10 előadást megnézek, mert be tudom így sorolni a napokba, és emiatt nagyon örültem, hogy felvételekről is nézünk előadást. Ebben nem titkolom, ebben volt némi beszélgetés még a C-tagok között, hogy ez jó vagy nem jó. Én viszont ózdi vagyok, ahol ugye nem volt színház, volt más, tehát nem az volt, hogy kultúra nélküli terület, de nekem a legfontosabb színház élményeim 18 éves koromig az a televízióba jöttek. Tehát máig kedvenc jelenetem, hogy Csákányi Esztár meghalt az Ivonna burgundi hercegnővel. Tehát én nagyon örültem a felvételek megtekintésének. És amit még Balázs mondott, nekem mindig veszőparipám, úgyhogy most is elmondom, hogy igen, tehát hogy annak ellenére, hogy tavaly nagyon-nagyon sok díjat a Katona József Színház kapott, ez nem azt jelenti, hogy a kritikusok csak a Katona József Színházat nézik, és még ennek érdekében, hogy ezt egy kicsit láthatóbbá tegyük, indítottunk egy cikksorozatot, amiben egyébként Balázs is részt vett, sőt Panni és én is. Ez a hvg.hu-n futott, és a kritikus cég honlapján össze van gyűjtve az összes eddigi cikk, ahol vissza lehet olvasni, hogy egy hónapban egy kritikus hány különböző színházban milyen előadásokat látott, és rövid kis véleményt is alkotott róla. Ez volt itt a reklámhelye. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy nyilatkoztatok nekünk, és találkozunk hamarosan a nézőtéren. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Székely Csaba drámaírót várjuk. Vajon megérkezik-e? Utána nézek. Székely Csaba drámaírót várjuk a kamerák elé. Sziasztok! Szia Csaba! Szia Csaba, üdvözlünk szeretettel! Én is üdvözöllek titeket, meg a nézőket is. Ha ja, bocsánat, igen, a mikrofont azt nekem kell a szád elé tartanom, illetve te is tarthatod, de csak úgy fogsz hallatszani. Én is üdvözöllek titeket, és a nézőket is, ha vannak. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, Csaba, hogy elvégre te mit keresel itt? Egyáltalán nem vagy a jelöltek között. Kíváncsi voltam az eseményre. Oké. Okay. Milyen a jó kritikus? Most mondjam el ugyanazt a mondatot. Nem muszáj. De mondd el azt, aztán mondj el rá valami komolyat. Hát az teljesen komoly volt. Tehát a mondat, ami... Milyen a jó kritikus? Az úgy hangzik, hogy a jó kritikus olyan, mint a szalontüdő, a neve ellenére van benne szív is. Ez teljesen komoly. Oké. És egyébként milyen a viszonyod a kritikával? Most, hogyha tényleg nagyon komoly vizekre elvezünk a szalontüdő után, olvasod-e a kritikát? Ha olvasod, akkor
Most azt fogom kérdezni, hogy mennyire érdekel, de biztosan érted, hogy hogy értem, tehát hogy hatnak rád az ott leírtak, vagy csak egyfajta érdekességképpen olvasod el, esetleg meg is fogadsz belőle valamit, vagy az azért már mindenképpen egy határon túl menne? Kritikusokkal általában jó viszonyban vagyok, tisztelet a kivételnek. Igazából azokkal a kritikusokkal vagyok jó viszonyban, gondolatban, mert így a valóságban azért nem találkozunk túl gyakran, akikről azt látom, hogy komolyan veszik, tehát hogy olyan dolgokat írnak le, amelyekre én esetleg nem gondoltam, és hogy tényleg elgondolkodtak ezen, és nem rutinból csinálják, és nem azért, mert le kell adni az anyagot, hanem mert kíváncsiak. És például kíváncsiságból képesek elmenni Szegedre is megnézni egy előadást. Ezt például nagyon tudom értékelni. Az előző évadban körbejárta a sajtót egy veled kapcsolatos hír, miszerint a Víg Színházban bemutatták volna egy darabodat, és aztán ennek a darabnak mégis elmaradt a bemutatója. Esetleg mesélsz erről egy kicsit a nézőknek? Mi történt? Hát én igazából nem is tudom, hogy mit mesélhetnék. Elkezdődött a próba, folyt a próba, és egyszer csak váratlanul lefújták az egészet. A témája miatt? Azt gondolod? Vagy? Hát a tartalma miatt. Az a szöveganyag, amit leadtam, ami már egy ilyen 65 oldalnyi szöveg volt, tehát már egy szinte egy kész darab, illetve van olyan darabom, ami ennél rövidebb, tehát hogy ez egy komoly darab hosszúságú anyag volt. Annak az elolvasása után a színház igazgatója úgy döntött, hogy ezt nem fogja bemutatni, és nem minőségi kifogásai voltak vele szemben, ennyit tudok elmondani. A többi az, nem tudom, az nem tartozik a nyilvánosságra? Jó, és egyébként lesz valami jövője ennek a darabnak? Tehát, hogy esetleg valamelyik másik színház így rákapott, megtalálta magának? Azért nem lehet így konkrétan ennek jövője, mert egyrészt a szöveg az a színészekből indult ki, tehát a improvizációk alapján született, mégpedig úgy, hogy beszélgettünk a színészekkel, és az ő személyes történeteik alapján született meg maga az anyag. Tehát volt egy kerettörténet, és ebben a kerettörténetben lettek volna különböző sztorik, amelyek aztán összefonódnak. És ezek a valóságos személyes történetek alapján, amelyeket én persze fikciósítottam, de azért mégiscsak benne voltak azok a dolgok, amelyek belőlük táplálkoztak, és ugye ezt átvinni más színésznek az pusztán csak egy szöveg. Az lett volna az érdekes, ha ezek a színészek elmondják azt a történetet, ami őket a leginkább foglalkoztatja. És ugye ez közéletről, a mai Magyarországról szólt volna, olyan problémákról, amelyek színházat is érintik, a színészt is, meg az embert is, tehát hogy egyénenként mindenki mivel szembesült, hogyan próbálta őt a politikai, nem tudom, tehát milyen nehézségekkel szembesült a mai Magyarországon, politikai, közéleti vonalon. És zenés darab lett volna, tehát írtam hozzá dalszövegeket is, ugye ezek már csak azért sem lehet felhasználni, mert a színház jogászai kedvesen megfenyegettek, hogy nem lehet ezt az anyagot átvinni máshova. Hoppá, oké, okay. Nekik nem kell, de nem lehet elvinni. Így van. Uh-huh. És úgyhogy a dalszövegek sem mehetnek át máshova. Na, de újra kezdeni lehet. Tehát, hogy hasonló dolgot más színházban, más színészekkel. Igen, csak akkor a nulláról lehet kezdeni. De hát ez egy 3 hónapos, nagyon megfeszített munka volt. És igen, most már úgy látom, hogy tehát én nagyon tanulságos. Látom, hogy mit nem lehet, vagy nem kell csinálni legközelebb. És bár finoman utaltál arra, hogy mintha úgy érezted volna, hogy a szegedi bemutatott a Mária országa nem kapott elég figyelmet. Ennek ellenére... Én szerettem az előadást, és írtam is róla, igen. De azt akarom kérdezni, hogy ennek ellenére azért én úgy látom, hogy téged alapvetően nagyon szeret a kritika. Kritikus díjat is kaptál, már az előadásaid is kaptak különféle kategóriákban díjakat. Van olyan, létezik az a fajta alkotói, hát most nagyon sok idézőben válság, amikor azt érzed, hogy ez már túl jó. Tehát, hogy annyira szeret a kritika, hogy nem is veszik észre, amit észre kéne venni, hogy már olyan jókat írnak, hogy te azzal nem tudsz mit kezdeni, mert dicséret, hát most mit csináljak vele, hát örülök, de ennyi. Vagy pedig ez hülyeséges, ez az ember álma, hogy így szeresse őt a kritika, mint téged.
Szerencsére a kritikákban nem kizárólag csak dicséretek vannak, legalábbis amikor így velem kapcsolatban írnak, és mivel mindig van egyfajta ilyen vegyesség, igen, picit kanyarogva, és arra a kérdésre nem válaszoltam, hogy már nem emlékszem, mi volt a kérdés, de hogy milyen viszonyban vagyok a kritikával, meg hogy megfogadom-e azt, amit írnak, meg ilyesmi. Hogy ezek igen, tehát általában tényleg én is örülök, hogy pozitív dolgokat szoktak velem kapcsolatban élni, de nem csak, és nem is csak feltétlenül az írás, hanem amikor kritikai beszélgetések vannak valahol. És ott is, és ugye el szoktam gondolkodni azon, tehát ha valami negatív dologgal találkozom, már nem feltétlenül negatív, tehát ami nem dicsér, hanem azt mondja, hogy nem tudom, tehát hogy mondjuk az klisé, hogy az a valami az ott van, és az úgy van, és akkor azon elgondolkodom, hogy az tényleg klisé, mit kellett volna tennem, hogy az ne legyen olyan, megkérdezek esetleg valaki mást is, hogy szerinted is klisé. Tehát így igen foglalkoztat, és én minden kritikát elolvasok, amiről tudom, hogy megjelent. Meg időnként rákeresek, hogy jelente meg valami, és akkor még megjelent meg, és akkor elolvasom. Ritka az ilyen magyar színházi életben, aki nyilvánosan beismeri, hogy minden kritikát elolvas. Köszönjük szépen, Csaba, a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. És most három színi igazgatót várunk ide, kettőt. Melyik az a kettő? Mácsai Pál, Orlai Tibor. Én nem látok ki a fal mögül, de most már látom gyertek őket. Ide, én is kérlek. Hát ide. Szembe velünk. Igen, szembe veletek, és oda is. Figyeljünk egy kicsit. Minden irányba kell figyelni. Majd arra kell még figyelnetek, hogy majd adok nektek mikrofont, és majd abba kell, hogy beszéljetek. Jó. Kicsit mesélnétek arról, hogy milyennek láttátok az általatok vezetett színház előző évadát. Ugye az Örkény Színházról és az Orlai Produkciós Irodáról van szó, ha esetleg valaki nem tudná. Melyikötöknek adjam először a mikrofont? Az előző évad az mindenképpen egy izgalmas évad volt olyan értelemben, mert talán ez volt az első Covid-mentes évad, ahol azt lehet mondani, hogy csak a közvetlen hatásai a Covid-nak már nem érvényesültek, viszont volt rezsi, meg háború. Tehát ez is egy nehezített évad volt. Ezért mi tudatosan arra törekedtünk, hogy az előző évad inkább egy kicsit a könnyedebb, szórakoztatóbb évad irányába menjen el. Én úgy érzem, hogy ez elég jól sikerült, és ezen belül nívós előadásokat sikerült létrehozni. Röviden ennyi. Uh-huh. Nálunk jó évad volt, végig kellett menni tudatosan egy vékony úton, vagy egy kicsit ingó kötélen, mert tudtuk, hogy ebben az évadban, amit most kezdünk, csak 4 bemutatót tartunk, és ezért annak a 8 bemutatónak, illetve 7,5-nek, mert Kerekes Éva monodrámáját Emma címmel azt átcsaltuk ebbe az évadba, mint bemutató, tehát így szépítünk a bemutatószámot, hogy pénzügyi jogból csak 4 bemutatónk lesz, hogy ennek a 7-nek sikerülnie kell, ami ugye hát egy kettős szorítás, mert egyrészt jó anyagnak kell lennie, kompromisszummentes színházi szövegnek, másrészt meg sikernek. És úgy tűnik, hogy rendben van, majd meglátjuk, hogy ti hogy látjátok ezt, mert 8 jelölést kaptunk, és egyszer már volt olyan, hogy 9 jelölést kaptunk, és 0 díjat. Úgyhogy majd most meglátjuk, hogy most -1 kapunk, vagy valamit haza is viszünk el, de minden esetre ez a szám, ez azt jelzi, hogy nem csak mi érezzük egy sikerült évadnak. Én pont ezzel kapcsolatban írtam fel ide, ilyen kis nagyon szép címkés papírjaink vannak, csak mutatom büszkén a nézőknek, hogy ha teljesen őszinte akarsz lenni, amennyiben akarsz teljesen őszinte lenni, egy színházigazgatónak mit jelent, hogy ilyen sok jelölést kap? Tehát a kritikusok nyilván azt remélik, hogy ez valami fantasztikus nagy örömöt okoz minden igazgatónak, és nagyon megdobogtatja a szívét. Valóban fontos ez? Valóban azt érzed, hogy ez most valami többet jelent, mint amikor kevesebb jelölést kaptok? Hogy állsz ilyenkor ehhez a kérdéshez? Valóban azt érzem, és azt érezzük mindannyian. Okay. Akkor most örülünk. Igen, nagyon örülünk. Rendben. Legjobb szórakoztató színházi előadás kategóriájában jelöltek a Lamazon, amit Sebestyén Abba rendezett,
Két kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy Sebestyén Aba hogyan került a Orlai produkcióhoz, és a másik pedig, hogy a darabot azt ő választotta, vagy ti választottatok egy darabot, és ahhoz gondoltátok, hogy Sebestyén Aba lenne a legjobb rendező. Abával mi már nagyon régóta beszélgetünk egymással, hogy jó lenne egy közös projekt, jó lenne egy olyan bemutatót tartani, amelyet ő rendez. De eddig ugye hát természetesen különösen az előző évek ugye eléggé nehezített pálya volt, tehát nem is nagyon merült föl. És most ebben az évben Zöldi Gergő megtalálta a Kalamazó című darabot, és akkor benne merült föl, hogy megkérdezem Abát, hogy ez érdekli-e. Tehát mi találtuk a darabot, és ő abszolút nyitott volt benne, mert megtalált azokat a mélységeket, azokat a pontokat, amely számára is érdekessé tette. Meg hát azért a két művészek, Hernádi Jutta és Kern Andrással együtt dolgozni számára is öröm volt. Mindig elveszem Bálintól a kérdezés lehetőségét, mert rajtam van mikrofon, neki meg vissza kell adni, de... De akkor most megvártuk, amíg visszakaptam a mikrofont. Ugye hát ti is beszéltetek, az előző nyilatkozók is beszéltek arról, hogy azért ez egy rossz értelemben is kivételes évad volt ugye a különböző problémák miatt. Mit vártok attól, ami most indult el? Tehát még kitartanak ugyanezek a nehézségek? Tehát tulajdonképpen folytatódott ugyanaz a nehéz évad, ami egy éve tart? Vagy most már majd jobb lesz? Szerintem kicsit kisimul anyagilag, hogy a társulat mennyire lesz boldog a négy bemutatóval, hiszen 28-an vagyunk a társulatban, és az egészséges bemutató szám az 6. Általában 8-at tartunk feszítetten. És hogy ez a 4, hiszen vannak 3, akiknek nincs új szerepe például. És még ha azt mondja is egy színész, hogy nem baj, mert nagyon sokat játszom, és szeretnék egy kicsit pihenni, vagy regenerálódni, valójában ez mindig egy sérülés és egy elbizonytalanodás, hogy akkor ezek szerint rám nincs szükség, vagy pont én vagyok az, aki megkerülhető, stb. Tehát, hogy itt mit fog okozni, attól tartok, és a következő évadban ezt rendbe kell hozni. Neked volt olyan évad, hogy nem játszottál, vagy nem kaptál új szerepet? Volt, igen, de azt én kértem. Nem, hanem amikor forgattam, akkor nagyon-nagyon szolidárisan kiengedett a színház, és rengeteg munkát csináltak helyettem. Ez a terápia alatt? Ez a terápia 3 évada, ami ugye maga a gyártócég is, az az HBO volt, engedett egy igazgatói napot. De azért az úgy nézett ki, hogy a forgatások után bementem természetesen, és ott intéztem, amit kellett. De rengeteg segítséget kaptam tőlük. Ez is egy érdekes dolog, hogy a társulatiságban a forgatás az már erősebb, mint a színházi szándék hosszú évek óta. Tehát nincs olyan színigazgató, aki ezzel ne lenne szolidáris. Köszönjük szépen. Milyen lesz a következő évad? Kicsit én is válaszolnék az előző kérdésre, bocsánat. Tehát mi nálunk is szinte teljesen hasonló a helyzet. Általában mi is 7-8 bemutatót tartunk egy évben, idén 4 vagy 5 bemutató lesz, tehát ugyanúgy arányosan csökken. Az anyagi lehetőségek is fokozatosan szűkülnek, és azt nem szabad elfelejteni, hogy a színház, mint működtető üzem, az elmúlt időszak inflatórikus hatásainak fokozottan van kitéve. Tehát ugye ez egy nagyon energiaigényes műfaj, nagyon sok minden, ami az infláció érvényes volt a társadalomban, az nálunk hatványozottan megjelenik. Tehát ez az, hogy meddig nyújtózkodunk, meddig ér a takarunk, ez nekünk is egy állandó folyamatos problémát jelent. Azzal, amit Pali említett, hogy jól kell sikerülni az évaddal, ugye hát ezzel mi már évek óta küzdünk, hisz mi állami támogatás nélkül működünk, mindig is anélkül működtünk, tehát nagyon nagy a kényszer arra, hogy amit bemutattunk, azok sikeresek lehetnek, természetesen ilyen nincs, nem lehet minden darab sikeres, de az arányok azért nagyon sokat számítanak. És akkor most egy szóval az új évadra, tehát ugye említettem, hogy 4 biztos bemutató lesz,
Ebben az évadban, ahogy az előző évad említettem, hogy inkább egy kicsit a felhőtlenebb szórakoztatási évada volt, most egy kicsit elmélyülünk, és abszolút kortárs témákat és magyar kortárs írók darabját fogjuk bemutatni. Kerékgyártó István és Tasnádi István írt nekünk két aktuális közéleti kérdésekkel foglalkozó darabot, amelyeket egyiket Máté Gábor, másikat Tasnádi István az író fogja rendezni, és ezen kívül két filmadaptációt mutatunk be, az egyik, ami már nyáron játszottuk, a Még egy költ mindenkinek, illetve a Lavina című filmet, ami a Katona József Színházzal egy közös produkció lesz. Szuper! Még egy olyan kérdést feltennék, ami nem szerepelt itt a lapokon, mert talán még annál is frissebb eseményről van szó, mint amikor mi készültünk erre a beszélgetésre. Az Átrium bejelentette nemrég, hogy meg kell, hogy szűnjenek az évad végén, és hát én azt hiszem, hogy az Örkény Színház volt az egyetlen, amelyik nem csak megszólalt és szolidaritását fejezte ki, de még azt is felajánlotta, hogy egy előadást majd átvesztek. És hogy essen kicsit szó a függetlenekről is, akiknek talán még annál is nehezebb évada volt, mint amiről eddig beszéltünk. Tulajdonképpen azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ti hogy látjátok, hogy van remény arra, hogy azok a nagyon negatív folyamatok, amik elindultak, azok még helyreálljanak, vagy most a függetleneket tekintve egy lefele tartó spirálban vagyunk, és ez van. Most odaadom neked a mikrofon, mert ugye a Tibor is bizonyos szempontból független, hiszen az üzleti modell, amelyikre az egész színházat alapozta, ami hány éve? 20? Közel 20 éve egy nagyon is erőteljes és létező színpalettán, ráadásul országosan, arra a modellre alapozta, hogy létezik a TAO, és a TAO megszűnt, és a helyében nem lépett esetetekben semmi. Tehát nyilván erről neked érvényes mondani valód van, vagy éles mondani valód van, de ha nem, nem. Abszolút. Tehát a függetlenek és mi, mint magánszínház, ami egy saját állandó játszójára rendelkező magánszínházként működünk, de abszolút függetlenek vagyunk. Ez csomó kényszert jelent. Ami most látszik, és amit én eddig is elmondtam, láthatóan csökken a bemutatók száma, az anyagi körülmények nehezednek. A nézők ugyan visszajöttek, de én úgy ítélem meg, hogy kevesebb előadást tudunk tartani, mint amit az előző években tudtunk tartani. Tehát ezek mind abba az irányban mutatnak, hogy egyre inkább nehezedik a mi esetünkben is a működtetése az egész szervezetnek. A függetlenek, én úgy ítélem meg, hogy ez a tendencia tovább fog folytatódni. Én nem látok olyan kulturpolitikai irányvonalváltást a közeljövőben, annak a jeleit, amelyben a függetleneknek a meglévő fontosságát igazából figyelembe vennék, és ahogy az látszik, azért az elmúlt 10 év történetében nagyon sok progresszív független társulat, meg az az irányvonal beépült a közszínházak működésébe, pont mondjuk az Örkény Színházban, ugye több példa is van erre, a Katonában is, és én ezt egy óriási hibának látom, hogy ez az alternatív független széna nem kapja meg azt a támogatást, mert ezzel bizonyos értelemben az új progresszív jövőt is veszélyeztetjük. Még van idő? Egy nagyon, nagyon picit. Jó. Kimondta hát nemet Mácsai Pálnak erre a kérdésre. Hát arról van szó, hogy ugye ez a beszélgetés is, ami most valahol streamerve van, gondolom, azt mutatja, hogy az egész létezésünk, vagy világérzékelésünk tevődik át, csúszik át a képernyőre. És ezen belül a színház az egy kiemelten fontos, vagy egyedi, vagy sajátos felület, amit nem észrevenni, az hiba. Én azt gondolom, hogy a színjátszást az iskolai tárgyá kellene tenni, ahogy az éneket. Azért, mert egyszerűen emberek élőben beszélnek egymással, ráadásul legtöbbször irodalmi szövegekkel, és érzelmeket keltenek egymásban, és egyáltalán interakcióban vannak. És ezzel szemben a függetlenek nyírása az egy teljes szűklátókörűség, kifejezetten, hogy mondjam, súlyosbító körülmény az, hogy mennyire szükség lenne ma rájuk, lelkileg, ha szabad ezt a túlhasznált szót.
mondani. A másik pedig, hogy, hogy az Örkényben, mert hiszen ez benne volt a kérdés, ugye mi rendszeresen fogadunk be úgymond független előadásokat, minden héten kapunk telefon, de minden két hétben biztos, hogy nem tudnánk-e még ezt, vagy azt, vagy amazt, egy idő után nem. De azért egy Free SFE fesztivált csinálunk, amit ezúton is hírelek novemberben, ahol 20 esemény lesz, 10-valahány vizsgáljuk, és filmvetítések és beszélgetések, tehát ennyiben ők is tulajdonképpen egy csak abban a reményben dolgoznak, hogy egyszer majd térhez jutnak, vagy színpadhoz jutnak, de ebből a szempontból, hogy nincs egy vasuk se, és abból a szempontból, hogy tulajdonképpen páriák, ami az adófizetői visszaosztott pénzt jelenti, abból a szempontból abszolút függetlenek. Meg hát gondolom gondolkodásukban is. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek! És a két díjazottat köszönhetünk most. Az egyikük Cseri Hanna, aki a Kócos Macskaember Kölyök című előadás rendezője, amely előadás a legjobb gyerek és ifjúsági előadás kategóriájának győztese. És azt tudni kell erről a kategóriáról, hogy ezt egy külön grémium szavazza meg. Tehát most nem lőttünk le egy poént sem. Milyen poént lőttem le? Nem, azt mondom, hogy nem lőttünk le. Tudni nem kell, lőttünk. Hogy nem arról van szó, hogy igen. Előre elárultuk. Igen. Ezt már külön igen. Nyilvánosra tettük. És itt van velünk, vagy itt lesz velünk pillanatokon belül Nagy Gábor, a Celldömölki Soltis Lajos Színház vezetője, amely színház idén megkapta a tavaly alapított jövődíjunkat, ami szintén tudható már még a gála műsor előtt. Sziasztok, gyertek Sziasztok. Ide! Sziasztok. Itt is egy olyan kérdésen indítanék, ami nincs felírva, csak azért, mert Hanna, te itt mászkáltál fel alá, amíg mi beszélgettünk. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy nagyon ideges vagy most itt a díjátadó előtt? Több kategóriában is jelölt egyébként Hanna. Én általában nagyon ideges vagyok, úgyhogy igen. Mennyire számítottatok rá, amikor a Kócos Macskaember Kölyököt csináltátok, játszottátok, hogy majd megkapjátok ezt a díjat? Hát őszintén egyáltalán nem számítottunk rá, nem azért, mert rossznak gondoltuk az előadást, csak mert szóval sokat küzdöttünk azért, hogy az előadás végül létrejöjjön, sok viszontagságon kellett keresztül mennünk, és annyira örültünk, hogy elkészült, és örültünk neki, hogy így nem, egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy ezt díjazni fogják. De tulajdonképpen ugyanezt a kérdést feltehetjük a Soltis Lajos Színház társulatának és vezetőjének is, hogy teljes meglepetés volt a jövődíj, vagy azért úgy reménykedtetek abba, hogy hát ha egyszer hozzátok is elér ennek a viszonylag frissen alapított díjnak a köre? Hát teljes meglepetés volt, egyáltalán nem számítottunk rá. Az a helyzet, hogy mi ott vidéken kicsit kevésbé számítunk a díjakra, mint Budapesten, és, de nem is szoktunk mi arra gondolni, hogy díj lesz, ugyanúgy, ahogy a Hannáék. Csináljuk a magunk dolgát, és ez egy óriási dolog, amit nagyon-nagyon hálásan köszönünk itt most is. Talán emiatt a nézők szerintem egy kicsit kevesebbet tudnak a Soltis Lajos Színház munkájáról vagy társulatáról. Egy icipicit mesélsz nekünk róla. Hú, Panni, azt mondja, hogy alakult 1980-ban, tehát igazából 43 esztendős a színházunk, és igazából azóta folyamatosan dolgozunk. Éppen arról beszélgettünk mostanában megint és sokszor, hogy nem fordulunk se erre, se arra. Mi vagyunk olyanok, és úgy, ahogy vagyunk, igazából a világ változik köröttünk. 20 év után el kellett költöznünk az első helyünkről, Sitkéről, az egy kicsi falu Celldömölk mellett, Celldömölkre, és a következő 23 évet már Celldömölkön töltöttük. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy találkoztunk Soltis Lajossal, amikor úgy 16-17 éves volt a színházunk, és a
Lajos hozott óriási változást, természetesen, mert hogy ő nagy művész volt, nagy színész volt és nagy rendező. Azóta pedig igazából évről évre mindig előbbre jutunk a pályán. Jeles színházi rendezőkkel dolgozunk, jobbnál jobb színészek is jönnek hozzánk, mert az a régi világ az már megszűnt, ami korábban volt, hogy saját nevelésű színészek. A mi saját nevelési színészeink jelentkeznek az egyetemre, ide-oda, most már külföldre is, és igazából nem olyan nagyon akarnak celdőkön maradni. Ez a nagy igazság. A színház attól még működik. És most részben meg is válaszoltad ezt a kérdést, de egyébként is akartam kérdezni, hogy Celdömölk ugye egy 10 000-es város, most itt a 2 milliós Budapesten beszélgetünk, mennyire van nehéz helyzetben egy olyan színház, aminek egy 10 000-es városa a közönsége, illetve nyilván a környező városok, de mondjuk Szombathelyen ugye már megint van egy másik színház, tehát hogy még a megyében sem vagytok egyedül. Ez nagyon nagy nehézséget jelent, vagy ez, hogy 43 éve működtök, ez már bejáratta annyira a nevet, hogy ezzel már nem kell foglalkoznotok? Igen, Bálint, ez most már rendesen működik, hogy ezt így nyugodtan mondhatom. Annyival vagyunk nehezebb helyzetben, mint mondjuk egy budapesti együttes, hogy sokkal többet kell tájolni, mert az a kicsi város, az a 10 000-es város mondjuk elbír belőlünk évi 40-45 előadás, de ebben bent van már a szabadtéri nyári rendezvényeink is, és ez teljesen érthető, hogy csak ennyit. Ezért aztán nagyon-nagyon-nagyon sok helyre hívnak bennünket, és sok helyre megyünk játszani. Tehát ennyiből nehezebb az, hogy vidéken vagyunk. De egyébként madárcsicsergésre ébredünk, nincsen ekkora őrült forgalom, amúgy a vidéknek megvan a előnye. Hannát kérdezem most. 3 kategóriában vagy jelölt, ugye tudjuk, egy díjat el is vittetek a Kócos Macska Emberkölyökkel, de ezen kívül jelölt vagy a legjobb színházi zene és a legjobb pályakezdő kategóriájában. Milyen hatással lesz a személyiségedre, hogyha megnyered mind a 3 díjat? Hát két eshetőséget látok. Az egyik, hogy szörnyen nagyképű leszek, és elveszik a személyiségemből a munka iránti alázat és az emberek iránti tisztelet. A másik, hogy még jobban szorongani fogok, és annyira elhatalmasodik az imposztor szindrómám, hogy csak pszichiáterek hada tud majd bírni ezzel. Nagyjából ezt a két kimenetet látom. Oké. Csupán csodálatos kimenetel, úgyhogy örülünk, hogy segíthetünk a jelen fejlődésedben. És egy hasonlóan vidám kérdést akartam feltenni, hogy az egyik kategória az úgynevezett legígéretesebb pályakezdő. Ez a szó, hogy pályakezdő, én nem tudom, 2023-ban egy picit ijesztően hangzik. Tehát milyen ezt a pályát elkezdeni most, amikor ugye a rezsiválságtól kezdve a háborunk keresztül a függetlenek kivéreztetésén át fél óráig lehetne csak címszavakban sorolni a problémákat, de hát azt gondoljuk, hogy azért mégiscsak ez a legjobb szakma, hiszen ezért vagyunk itt mindannyian. Hát szerintem ez változó, tehát én nem tudok mindenki nevében nyilatkozni. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon a színházi szférában dolgozni egyáltalán, most független attól, hogy pályakezdő vagy már öreg motoros. Ura, volt ki mondani ezt a szolgatot. Nem. Szóval valahogy úgy képzelem, hogy olyan ez, mint mondjuk egy ilyen betonfalon egy növény, ami nagyon-nagyon nehezen át akar nőni, és hogy ehhez képest például mondjuk Báb Színházzal foglalkozni, az még relatíve egy virágos rét. Szóval ezért én szerencsésnek érzem magam, hogy engem ez érdekel. Még egy kérdés. Milyennek látod a mai gyerekszínházi szcénát? Mi az, ami szerinted a legjobb benne, vagy milyen nehézségekbe ütközik, ha vannak ilyenek? Hát nem tudom igazából, ha az érettségén ez egy tétel lenne, akkor biztos örülnék, hogyha ezt kidolgozhatnám. Félek, hogy csupa olyan dolgot mondanék, amit később már kicsit korrigálnék, szóval ezen gondolkoznék addig esetleg.
Hát én kérdezek egyet Gábortól, hogy ilyen spoileresen előre szaladjunk, ugyanis itt lesz velünk hamarosan Ecsedi Erzsébet is, aki ugye az idei életműdíjasunk. És ha az ember felmegy a Soltésnek a honlapjára, akkor elég hamar beleütközik abba, hogy kiemelt helyen írjátok, hogy milyen sok szálon kötöttök hozzá, és ez nektek is nyilván egy bizonyos tekintetben elismerés, hiszen miattatok is kapta meg az életműdíjat. Beszélsz nekünk egy picit a viszonyotokról Ecsivel, illetve akár, hogyha van ehhez kedved, Ecsiről? Örömmel. Ecsivel mi 1997-ben vagy 98-ban találkoztunk, akkor minden gondja volt, azt mondja, éppen Veszprémnek volt színházi szervezője, nevelte egyedül a gyerekét, stb. És akkor valahol látott tőlünk egy előadást, és azt mondta, hogy szívesen elkészítené velünk a Csalóka Pétert, a Vörös Sándor féle Bábját ég, de nem bábosan, hanem élő szereplőkkel. És akkor ezt megcsináltuk, és ez egy nagyon-nagyon sikeres előadásunk lett, nagyon sokszor ment, úgyhogy talán még abban az esztendőben, de a következőben biztos, megcsináltuk az Ágacska című csukás mesejátékot, és akkor innentől már ne kérdezzétek, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mesét és nem mesét megrendezett nálunk az Ecsi, például olyan siker darabot, mint a Nóti-tól a Legyen a férjem, amit természetesen nagyon nagy szériában játszottunk, vagy most legutóbb annak a szerzője, az is valami hasonló, bocsánatot kérek, agyam mind igen olyan, és az pedig az Úrilány szobát keres, de az talán rejtő, nem tudom, tök mindegy, tehát ilyenfajta dolgokat is stúdiónkba tanított rendszeresen, baromi jó dolgokat hozott létre a színi stúdióba, némelyik repertoárra is került és vittük. Aztán ez úgy ment, és amióta Ecsit fölfedezték mi azt mondjuk a Pécsi Poszton, érdekes módon, hogy ennyi idő után ott fedezték fel, hogy milyen nagyszerű színésznő. Onnantól kezdve viszont egy nagyon keresett színésznő lett, hála Istennek, és innentől kezdve igazából nagyon jó barátságban vagyunk. Nem haragszunk rá, hogy olyan keveset van nálunk, de attól még hiányzik nekünk nagyon. Köszönjük szépen. Na, esetleg kidolgoztad a tételt, hogy engedjük el? Tehát a kérdés az, hogy milyennek látom a gyerekszínházi színen? Hát én igazából azt látom, hogy van egy fiatalabb generáció, akit ez eléggé szenvedélyesen érdekel, ami szerintem nagy szerencse, meg nagyon előremutató így a szakma jövőjét tekintve. Tehát, hogy én csupa olyan emberrel találkozom, a fiatalok közt, akik szeretnek alaposan és elmélyülten gondolkozni azon, hogy lehet érvényesen megszólítani különböző korosztályokat. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenki, aki idősebb, mondjon le. Hát, hogy nem mindenki. Szuper, legyen ez a végszó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. És hát gratulálunk nektek, már szabad, igen, hiszen ezek igen, már nyilvános díjak. Köszönjük szépen. Sziasztok. És akkor most Guelmino Sándor Tatabányai Jászai Mari Színház rendezőjét várjuk ide. Aki úgy tűnik, hogy... Igen, ő rendezi a mai gálaestet. Ő rendezi a mai gálaestet, és valószínűleg elsodorták az események. Valószínűleg éppen rendezi a gálaestet, illetve ketten rendezi Crespo Rodrigóval együtt, de ahogy látom, Rodrigó sincs itt, úgyhogy esélyes, Kaptinát hogy... hívjuk ide. Elnökségi társunk. Akit megbeszéltük előre nevetve, hogy úgy fogunk bemutatni, hogy a szürke eminenciás, és most be is mutatjuk Paptimi a szürke eminenciást. Mert ennyire kiváló a humorunk. Igen, ilyen jó a humorunk, igen. Ugye arról van szó, hogy Timi a harmadik elnökségi tag, ugye mi ketten vagyunk az úgynevezett társelnökök, ő pedig az úgynevezett alelnök. Tulajdonképpen ezeknek a szavaknak semmi értelme nincsen.
Elmondod egyébként, Timi, van erre válaszod, hogy, hogy miért nem szeretsz szerepelni és a reflektorfényben állni, vagy, vagy erre nincs mit mondanod? Hát nekem ez nem egy komfortos helyzet. Ennyi. Ezt most demonstráltad is, szerintem. Okay. De, ne, a cég érdekében minden. És a nézettségért. Érdemes Timiről tudni, hogy mióta a diátadó gála van, azóta Timi benne van ennek a szervezésében. Hogyan jött az ötlet egyáltalán, hogy legyen egy diátadó gála műsor? A gálák elé ugranék. 2009-ben volt egy interim helyzet, lemondott az akkori céhelnök, és nem volt annyi idő a kritikus díjig, hogy egy új elnökség fölálljon, és egyáltalán legyen bárki, aki ezt megszervezze. Viszont Kelemen Orsi meg én, mint a C akkori, hát nem is tudom, Benjaminjai, de mindenképpen fiatal, és ha nem akarok nagyképű lenni, akkor talán a legpraktikusabb, leggyakorlatilasabb tagjai, azt gondoltuk, hogy, hogy akkor ideje annak, hogy az este 10 után abszolút szűk és zárt körű, teljesen underground eseményből valami főműsoridős dolog történjen. De nagyon rövid volt az idő, szerintem 3 hétnél több biztosan nem állt rendelkezésünkre. Zárójel, akkor még a régi rendszer volt, tehát nem várományosok voltak, hanem tudtuk, hogy kik a díjazottak. És mi Orsival mertünk egy nagyot álmodni, mint ahogy itt az országban sokan, és megkerestük a Thália Színház akkori vezetőit. Zimányi Zsófia volt az igazgató, és Koch Andrea, aki a PR-ért és a marketingért felelt, és mi előálltunk nekik azzal az ötlettel, hogy ideadnák-e a Thália Színházat egy estére. És Andrea és Zsófi rettenetesen szupportívak voltak, és azt mondták, hogy miért ne, mi pedig összecsődítettünk tulajdonképpen mindenkit, aki a 2009-ben díjazott kritikus díjas előadásokban benne voltak, és volt egy nagyon jó hangulatú este, és tulajdonképpen ez adott egy olyan löketet a már következő megválasztott elnökségnek, hogy, hogy igenis érdemes ebből tovább lépni, és egyébként Csákányi Eszter ötletére lett az, hogy várományosok legyenek, hogy egy kicsit oszkárdíjasítsuk ezt az egészet, és 2010-ben így jött létre az első tényleg ilyen nagyszabású gálaműsor a Budapest Báb Színházban, amit Tengely Gábor, egyébként jelenlegi követünk, rendezett, és benne voltak a hoppártosok, az akkor azt hiszem másodéves bábrendező hallgatók rendeztek benne jeleneteket, bábszínész hallgatók, szintén másodévesek voltak, játszottak benne. Tehát tényleg, és azt gondolom, hogy a báb szakma szempontjából is ez egy ilyen nagyon fontos mérföldkő volt, és tulajdonképpen ebben az ilyen, hát nem is tudom, lehet, hogy nagyképű, vagy nem, ebben az evolúcióban, hogy most a jelenlegi várományosok listáján jó néhány bábos vonatkozású alkotó van, ez is egy nagyon fontos lépés volt. Egyébként, Timi, a mi lexikonunk, én konkrétan ezt, hogy Csákányi Eszter ötlete volt ez a nomináltság, ezt én se tudtam, tehát köszönöm szépen, hogy most én is tanultam valamit. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy nekünk például volt ezzel kapcsolatban egy pici ilyen ellenérzésünk, szóval ilyen fura, hogy jaj, de hát akkor 3 ember, de abból csak egy megy haza díjjal, de mi lesz a másik kettővel, hogy ez biztos szomorú lesz meg. És akkor az Eszter annyit mondott, hogy de inkább a másik oldalról nézzük, hogy akkor egyrészt hosszabban fönntartható a figyelem, mondta remek marketingesként, másrészt pedig nem egy, de 3 előadásra, meg 3 alkotóra esik hangsúly. Hát igen, igen, és tulajdonképpen szerintem a jelöltek között lenni az már önmagában egy szuper dolog. Amit még meg akartam tőled kérdezni, már jó régóta vannak ezek a rendezett gálák, volt-e neked ezek közül kedvenced? Nyilván az első az az embernek mindig olyan nagyon fontos, meg szívügy, tehát ez amit a Gábor rendezett a Budapest Báb Színházba, de hát igazándiból volt egy, ami olyan nagyon zsigeri volt, ez 2012-ben, akkor a Nemzeti Színházban volt, és ez Namenák István rendezte, és akkor az volt a koncepció, hogy színészzenekarok, Hoppártól a Bekvártonát, a szakértők, harmadik figyelmeztetés, és a
És a legvégén talán ti is emlékeztek, meg a kedves nézők is emlékeznek még a Sárga Liliomra, amiben volt az a bizonyos Sárga Lilium dal, amiben a Hevér úgy mindig ez az utoljára, és akkor Da Capo al Fine újra kezdte. És ez volt a zárószám, és ahogy így jött le a Plexi, azért ugye 12-ben vagyunk, ez az Alföldi utolsó éve, ekkor már úgy borzasztóan benne volt a kultúrpolitika a levegőben, és nem tudom, én azt éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon borzongató dolog volt. A másik, amit meg nagyon szerettem, az pedig, amit a Katonában volt 4 évvel ezelőtt, mert azt az én számomra nagyon fontos színházi alkotó barátom Markó Robi rendezte. És akkor álltam először a Katona színpadán, nem ültem a Katona színpadán, az Örkényben már álltam, úgyhogy tulajdonképpen már csak a reptetés hiányzik. A következő évek rendezőinek üzenem előre, hogy nyitott vagyok, tériszont leküzdök. Igen, ez vagy a Madács, vagy az Operett színházba kell valószínűleg szervezni. Vagy a Nemzetibe. Vagy a Nemzetibe. Vagy a Nemzetibe, igen. Köszönöm, megérkezett közben Guelmino Sándor, és egy kicsit tudjunk vele is beszélni. Köszönjük szépen voltál. Pap Timinek. Szia! Akkor üdvözlünk. Még ezek szerint tartanak a próbák jelenleg is? Most az életműdíj próbái zajlanak, amit nem mi csinálunk kivételesen, és most adtunk színpadot szegény érintetteknek, úgyhogy igen, most állunk be hangban, fényben, stb. Most mondják el a szövegüket. A Tatabányai Színház társulata lesz ma este a színpadon, és te vagy ennek a gálaestének a rendezője. Egy kicsit beavatnád-e a nézőket, akik nem fogják látni ezt a gálaműsort, abban, hogy mi fog történni a színpadon? Lehet, hogy ezt inkább a kezedben nyomom, ez talán egyszerű. Okay. Hát igen, sokat gondolkoztunk, miután megkaptuk ezt a megtisztelő felkérést, hogy mit kellene nekünk itt műsoroznunk, és arra jutottunk, hogy az egyes díjakhoz szeretnénk majd illeszteni a különböző műsorszámokat, és végül arra a döntésre jutottunk, hogy a repertoárunkban, amiből már ugye nagyon sok mindent nem játszunk, rengeteg olyan jelenet volt, ami illeszkedhet az adott díjakhoz. Úgyhogy többen egy ízelítővel készültünk az elmúlt években nálunk folyó munkából, mind a nézők számára, mind a díjazottak számára, mind pedig azoknak a kritikusoknak a számára, akik nem voltak nálunk, és nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének igazán nincs messze ez a színház, úgyhogy remélem, hogy képet tudnak majd alkotni, akik látják ezt a műsort a nálunk folyó elég sokszínű munkáról. Egy gálaműsort megrendezni, az a kihívás, vagy inkább rutin feladat egy edzett rendező számára? Soha az életben nem csináltam ilyesmit, megmondom őszintén, hogy ez rendkívül. Amellett, hogy megtisztelő, rettentő sok fejvakarást okoz, és igazán nem egy hálás feladat, viszont abból a szempontból meg nagyon, nagyon üdítő élmény volt, hogy ahogy a kedvenc előadásainkat, amiből ugye nagyon keveset tudunk nálunk játszani, most így egy-egy jelenet erejéig felelevenítettük, ezt azért úgy jó volt látni, és megmelengette a szívünket. De őszintén szóval ez alapvetően egy technikai feladat, azon túl, hogy az ember felújítja, és lehetőleg jó művészeti szinten reprodukálja azokat a dolgokat, amiket már egyszer begyakorolt. Igazából az volt nagyon jó még benne, hogy azt látni, hogy 3 éve, 4 éve, 7 éve nem játszott darabok is mennyire könnyen visszajönnek a színészeknek. A többi az egy kuli munka, tehát hogy igazán nem irigylésre méltó. 3 kategóriában is jelölt ugye a Jászai Színház, most puskázok, a legjobb szórakoztató színházi előadás, a legjobb díszlet és a legjobb jelmez kategóriájában. És ha már úgyis most elővettetek több régi előadást, most szabad elfogultnak lenned a játék kedvér. Szerinted mi vagy mik azok a kategóriák, az összes létező kategória közül, amiben a legjobban megérdemelné, vagy megérdemelte volna valaha a Tatabányai Színház a kritikus díjat, amit nem kapott meg, bár ha egyébként ha akarod, akár olyat is mondhatsz, ami kapott díjat. Ez nagyon szép kérdés.
Azon gondolkozom, hogy igazából, hogy vidéki színházként tényleg a jelenlegi helyzete miatt a az embereknek általában ennek az országnak és azon belül a haldokló kultúráknak és a művészetnek igazán nem meglepő, hogy sokaknak nem nyílik rá lehetősége, hogy elzarándokoljanak a színházat nézni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy tényleg volt szinte minden kategóriában olyan előadásunk, ami éppenséggel nyerhetett is volna. Most nem szívesen emelnék ki egyet sem, mert nyilván elfogult vagyok, és ebből kifolyólag valószínűleg nagyon hosszan sorolnám itt, és kifutnék a műsoridőből, de tényleg... Ha van némi fájdalom bennünk, az, amikor jelöltek bennünket tényleg, hogy nem látták elegen ahhoz, hogy megkapjuk, de igazából most tulajdonképpen vissza is vonok minden ilyesmit, mert egyáltalán nem szeretnék se pusongani, sem pedig azt a látszatot kell tenni, hogy valami fajta sértettségi beszélnek belőle, mert azt gondolom, hogy bárkiben, főleg ebben a szakmában látjuk, hogy hova vezet a sértettség azoknál, akik aztán csinálnak mindenféle érdekességet. Úgyhogy a lényeg az, hogy nagyon köszönjük a felkérést, és remélem, hogy meg tudunk felelni ennek a nemes feladatnak. Köszönjük szépen, mi nagyon várjuk ezt a gálát, és szerintem megérkezett az életműdíjasunk, úgyhogy egy icipicit még beszélgetnénk vele is. Persze. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Ezt szabad elkérnünk? Köszönjük. És itt az életműdíjasunk, Ecsedi Erzsébetet köszönhetjük. Már beharangoztunk a Soltis Lajos Színház vezetőjével való beszélgetésben, de nagyon örülünk, hogy most már személyesen is itt vagy velünk. És délután játszottál valahol. Hol igen, és mit? Hadszínben a Hosszú élet titkát. Aha. Igen. És milyen szerepet játszol benne? 8 karakter. Milyen szerepet nem játszol benne? Talán ez könnyebb lenne kérdezni. Mindent, a házfelügyelőtől kezdve a primadonnáig mindent. Úgyhogy... Csodálatos. Volt egy nagyon szép videó, ami körbejárta az internetet, amikor a lányod Csenge tudatta veled, hogy te kapod a díjat, és felolvasta Turbúj Lilla kollégánk laudációját is. Mit jelent számodra ez a díj? Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Hát amint láttátok, ott is elbőgtem magam. És amíg sokáig forszírozok, akkor most is el fogom bőgni magam, mert még mindig nem fogtam föl, hogy én ilyen díjat kaptam. Én nem tudom, ezért még egy picit forszírozzuk, hogy ugye hát ezt a Soltisban is elhangzott, hogy nyilván eleve földrajzi adottságoknál fogva, nyilván kevesebben nézik a mondjuk a Celldömölki Színházat, vagy az Alágerszegi Színházat, mint mondjuk itt a Katona József Színházat. Ilyen értelemben nyilván nincs összehasonlítási alapot, hiszen te vagy, de hogy többet ér vajon így ez az életműdíj, mint hogyha egy minden héten az újságok címlapjáról visszaköszönő színész kapta volna meg? Hát én azt gondolom, hogy igen, mert én nem gondoltam, hogy ennyien figyelnek rám. Mert azért játszottam én máshol is, tehát játszottam Székesfehérváron is 3 éven keresztül vendégként, most játszom még a Szombathelyi Színházban is vendégként, tehát most is felújítjuk még a Candidot. Úgyhogy azért én jövök, megyek, meg hát akkor most már így Pestre is szaladgálok, úgyhogy ezt a 3 szöget járom be, hogy Zalaegerszeg, Szombathely, Budapest. Most ez van éppen. Elolvastam a Turbúj Lillának a laudációját, ahol felsorol fontosabb momentumokat a pályádról. Te miket tartasz a legfontosabbaknak? No, ezek nagyon nehéz kérdések. Tényleg nagyon nehéz kérdések. Minél hosszabb és gazdagabb egy színházi pálya, annál nehezebb lesz ez a kérdés, igen? Ez így van, mert sokszor kiszoktam puskázni, ugyanis mikor megkaptam az Óze-díjat, akkor kaptam egy ilyen listát, hogy mikbe játszottam. És milyen szerepek, és hányba.
melyik évben játszottam, mert hogy én ezeket már elfelejtem, hogy mik voltak. És akkor ugye 120-ból a hanyadiknál így leállt a dolog, úgyhogy onnantól kezdve most már nekem kellene írnom, hogy még mik bejátszottam, de hát nem tudom. Mindig, amit utoljára csinálok, mindig az a kedvencem. Most például imádok ebbe a darabba játszani, ebbe a hosszú élettitkába, mert itt egyszerűen nincs idő még izgulni se olyan gyorsan. Kijövök a színpadról egyik szerepből, gyorsan letépik rólam a ruhát, és már megyek be a másik jelenetbe. Úgyhogy ezt is nagyon szeretem. Meg hát azért voltak ilyen meghatározó dolgok az életemben. Hát például a Bakterházba a Baját, amire először kaptam a Hevesi Színházba díjat, azt gyakorlatilag 49 évesen játszottam, tehát nem voltam még annyira öreg asszony. Most meg már, hogy így beértem, most meg aztán mindenféle szerepeket játszok, tehát az 50 évestől elkezdve, most amióta nyugdíjas vagyok, meg többet dolgok. Azt hittem, hogy majd akkor mindenre lesz idő otthon szépen rendet rakni, most is úszik a lakás, persze. És már itt ezen a beszélgetésen is elhangzott ez a mondat, hogy azon a poszton, amikor Ecsit felfedezték, ugye ez az a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amikor az Alaegerszegi Színháznak a Színésznők című előadásában játszottál egy olyan szerepet, amiért meg is kaptad a legjobb színésznő díját. Milyen emlékeid vannak erről a posztról? Hát tulajdonképpen nincsenek annyira nagyon jó emlékeim egyébként ugye az előadást, mert nagyon-nagyon kevés időnk volt beállni. Tehát sietni kellett, nem is tudtuk végig próbálni a darabot, és akkor már el kellett kezdeni az egyik előadást, és aztán utána jött a következő, tehát ilyen gyors talpalónak tűnt nekem ez az egész dolog. Tehát amikor ott voltunk a színpadon, akkor már nyilván benne volt az ember, csak az az érzés, az nem. Meg én azt nem szeretem a fesztiválokban, hogy mindig oda megyünk, rohanunk, aztán gyorsan lejátszuk az előadást, esetleg ott alszunk, és másnap reggel jövünk vissza. És nem tudunk látni más előadásokat. És én ezeket mindig hiányolom. Mert én olyan szívesen megnéznék más előadást, és ebből mindig tanul az ember egy másik előadásból. Azt gondolom. Még egy kérdésem lenne, hogy a színházi kritika... Turboly Lilla írja a pályádra a laudációjában, a Színházi Kritikusok Céhe Ecsedi Erzsébet életművéjával egy csillogástól mentes, a vidéki színészlét buktatóin felülemelkedő, mindig önazonos, mindig minőséget nyújtó színészi pályát ismer el. Te is úgy érzed-e, hogy csillogástól mentes volt, és hogyha igen, akkor ezzel elégedett vagy inkább elégedett? Vagy hiányzott volna a csillogás? Volna. Nekem soha. Nekem nem hiányzott a csillogás, tehát én nyilvánvaló volt, hogy ilyen hangi adottsággal nem játszhatok például Rómeó és Júliába Júliát, tehát meg egy csomó mindent, meg hát azért nekem nincs olyan szikrázó énekhangom, amivel így ki lehet tűnni. Éppen ezért volt nekem meglepetés a színházban is, amikor háromszor egymás után közönségdíjat nyertem például. Prózai darabbal, mert előtte mindig a zenés darabokba nyert valaki, tehát kapott ilyen díjat. Úgyhogy nekem ez már egy nagy meglepetés volt, hogy egy olyan szerepekért, amire nem gondoltam volna. De ez nagyon jó érzés. Igen, hát nekem a csillogás nem. És ezzel a szóval, amit már én is mondtam, hogy felfedeztek a poszton. Ez egyébként egyetértesz, tehát hogy tényleg akkor történt egy nagy felfedezés, vagy igazából azért ez egy ilyen kis zsurnaliszta túlzás? Hát én ott voltam azon a beszélgetésen, nem tudom, hogy ki volt még ott rajtam kívül, többen voltak, és hát tényleg összevitatkoztak akkor a kritikusok, hogy milyen volt az alakítás? Hogy, hát nem, hanem azon, hogy miért nem láttak el, hol bujkáltam én eddig, Koltai, hogy ők nem látták. Pontosan, ugye? Hogy szégyelje magát mindenki, aki nem ismeri Ecsedi Erzsébetet, egyen meg. Mert hogy ő jött Zalaegerszegre, és ő nézett előadásokat, igen. Uh-huh. És ott is voltak nagyszerű előadások. Jól van, mit vársz ettől a gálától, azt még megmondod? Nem tudom, nagyon izgulok. És tulajdonképpen miért izgulsz, hiszen te már tudod, tehát te igen, már nem csak egy nominált, vagy aki vagy megkapja, vagy nem. Azért mégiscsak föl kell menni egy színpadra, és esetleg ott mondani kell valamit, nem is tudom, hogy mit fogok mondani, mert most még csak éppen beestem ide, úgyhogy lehet, hogy majd valamit mondok, de lehet, hogy csak elbőgöm magam, és gyorsan lejövök. Köszönjük szépen, nagyon hogy szépen itt voltál velünk. És nagyon gratulálunk, bár biztos mondták már sokan, de köszönöm mi is szépen. Nagyon gratulálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
És köszönjük szépen a nézőknek is, akik itt voltak velünk. Mivel a gála hamarosan elkezdődik, mi is lassan elindulunk befelé, és én eléggé izgulok. Te, Bálint? Én ugye szavazatszámláló voltam, tehát egyike vagyok azoknak, akik elvileg tudják, hogy kikapják a díjakat, de közben azon gondolkoztam, hogy igazából én vagyok a világ legbiztonságosabb szavazatszámlálója, mert miután összeszámoltunk több mint 1000 rubrikának a tartalmát, tulajdonképpen egy héten belül elfelejtettem, hogy akkor most melyik is volt, amelyik nyert, a szavazategyelősség, az hol is volt és hogy volt, úgyhogy tulajdonképpen még nekem is fog izgalmakkal szolgálni ez az este, vagy legalábbis a ja, igen érzésekkel. Okay. Köszönjük szépen! Köszönjük a nézőknek! Viszontlátásra!